Számomra a legszebb emberi jellemvonás a kivárni tudás. Számomra a legszebb emberi jellemvonás a bátorság. Számomra az legszebb emberi jellemvonás az álhatatosság. Számomra a legszebb emberi tulajdonság a becsületesség. Legszebb emberi tulajdonság az örömteli szolgálatkészség. Számomra a legszebb emberi jellemvonás a hűség. Számomra a legszebb emberi jellemvonás a bizalom. Szeretettel köszöntöm kedves nézőinket. A Legszebb Vonások című sorozatunkban most megint egy különlegesen szép emberi jellemtulajdonsághoz érkeztünk el. Ez az álhatatosság. Már maga a kifejezés is gyönyörű, a magyar nyelvben is gyönyörű. Nem is tudom, hogy használjuk-e elég sokszor, hogy valaki álhatatos. Szoktuk így is mondani, kitartó, ragaszkodó, türelmes, hűséges. Nagyon sok rokonértelmű szava van ennek, hogy álhatatosság, hogy valaki álhatatos. De most mi ezt a fogalmat szeretnénk önök elé állítani, és rögtön föltenni a kérdést, hogy ki az álhatatos ember. A múlt alkalommal a szolgálatkészségről beszéltünk. Arról a nagyon szép emberi jellemtulajdonságról, amikor valaki észreveszi a másik ember szükségletét, szinte kitalálja a vágyait. Remélem megjegyezték a szép igét Jób könyve 29. fejezetéből, hogy a vaknak szeme voltam, a sántának lába, az ismeretlennek ügyét is jól meghánytam, vetettem. Nos hát ez a szolgálatkészség. Fölrajzoltuk, hogy emögött a munkaszeretet áll nagyon sokszor. Az, hogy tudjunk embereket szolgálni, ahhoz fizikai erőre, lelki erőre, sok mindenre van szükség, és ezért a szolgálatkészséghez el kell sajátítani a munkaszeretetet, a munkához való jó hozzáállást és készséget. És tulajdonképpen ezekből adódik az álhatatosság. Mert nagyon sokszor az életben az álhatatosságot, a kitartást, a türelmet, a munkavégzésből tanuljuk meg. Egy kisgyermekre mindent lehet mondani, csak azt éppen nem, hogy álhatatos lenne. A gyerekek sokszor türelmetlenek a játékok közben is, az otthoni életük során is, aztán óvodába, iskolába kerülnek, és olyan nehéz rászoktatni ugye a gyerekeket arra, hogy valamiben kitartsanak, valamit végigvigyenek. Aztán az iskolai évek megtanítják arra, hogy mit jelent tanulni, mit jelent egy feladatot megoldani. Ha nem készülsz matematikusnak, akkor is mit jelent egy egyenletet majd levezetni. Ha nem készülsz fizikusnak, akkor is elgondolkozni törvényeken, törvényszerűségeken, levezetéseken. Vagy ha nem készülsz irodalmárnak vagy irodalomtanárnak, akkor is elgondolkozni, hogy évszázadokkal, évezredekkel ezelőtt mások hogyan gondolkoztak az emberi életről, és milyen műveket tettek közzé, és mi ezeknek a szerkezete. De azt gondolom, hogy az álhatatosságot igazán majd az ember akkor tanulja meg, amikor kikerül a munka mezejére, amikor meg kell keresni a kenyerét, amikor közben persze jönnek bántalmazások, irigységek, és rossz dolog, kavarognak kószárnyak, bénaárnyak, ahogy Ady Endre mondja, de kedves nézőink, most mi ne ezzel foglalkozzunk, ne a rút, a csúf tulajdonságokkal, hanem éppen a szép emberi jellemvonásokat kell, hogy megidézzük. És azt gondolom, hogy az egyik legszebb emberi tulajdonság az álhatatosság, amit így lehetne meghatároznunk, hogy a jóban való kitartás, ragaszkodás ahhoz, hogy nem csak ma, nem csak holnap, holnap után is, és azután is én meg akarok maradni valamilyen jóban. Egyszer-egyszer mindenki tud jót tenni. Egy-egy nagy fellobbanásra mindenki képes, még a legelvetemültebb emberek is. De ki az az ember, akire lehet számítani? Ki az az ember, akire mindig lehet támaszkodni? Ki az az ember, akihez mindig fordulhatunk tanácsért, aki nem fog elvetni, nem fogja a meg nem értését kinyilvánítani? Ki az az ember, aki álhatatos ember? Ki az az ember,
aki a betegségektől sem fél, aki a nyomorúságban, a szenvedésben is ragaszkodik ahhoz, hogy ő adjon gyermekeinek, a környezetének, a világnak. Riport aranyunk is egy rendkívüli életet élő ember, egy gyógyszerész, aki izomsorvadásától fogva nagyon nehéz helyzetbe, nem csak tolókocsiba került, de nehéz lelki helyzetbe is került, de ő ezt mondta nekünk, hogy ő szerinte a legszebb emberi jellemvonás az álhatatosság. Mielőtt megszólalna kedves vendégünk, hadd mondjam el önöknek, hogy minden egyes adásnak része, sőt nagyon fontos eleme, hogy egy bibliai szereplő történetén keresztül nézzük ezeket a jellemtulajdonságokat. Ennek a bibliai szereplőnek a neve is sokat mond, Jákob. Jákob annyit jelent magyarra fordítva, hogy ügyeskedő csaló. És ebből a Jákobból Izrael lesz. Sokan talán nem tudják, hogy az izraeliták, vagy az Izrael népnév is Jákob pátriárka nevéből származik. Jákob tehát annyit jelent, hogy ügyeskedő csaló, de mennyire mást jelent az Izrael? Ez annyit jelent, az Isten harcosa. Ennyit is jelent, hogy Isten harcol, de főleg ennyit, hogy az Isten harcosa. Nos, hát egy emberből, hogyan lesz egy ügyeskedő emberből az Isten harcosa? Éppen ennél a mozzanatnál állunk most Jákob történetében is, tehát annál a mozzanatnál, amikor Jákobnak el kellett menekülnie arról a vidékről, ahonnan ő származott, Dél-Palesztináról, és innen erről a vidékről menekül Jákob, és elérkezik egy csaknem 1000 kilométeres út után sok-sok környező ellenséges népet átszelve Hárán városába, ugye Hárán Mezopotámiában van, azon a vidéken, ahonnan Isten Jákobnak az őseit is kihívta, Úr városában volt Ábrahám, amikor Isten hívása elérte, és hogy elindult Ábrahám Úr városából, ő is Háránt vette célba. Itt halt meg az édesapja Táré, itt maradt a család egyik része, ő pedig Lóttal együtt aztán nekiindult, és elment az ígéret földje felé, amely föld persze csak az ígéret földje volt még a számára. Csak a negyedik nemzedék tér meg majd ide, a zsidó népé csak 430 év múlva lett ez a föld. Most azonban Háránban vagyunk, azon a helyen, ahol Jákob szolgál, hogy említettem önöknek múltkor, szolgált Jákob Rákelért, a jövendő feleségért, mintegy 7 esztendeig. Micsoda álhatatosság kellett ehhez. 7 évig szolgálni. Tulajdonképp mai nyelven így mondhatnám, hogy ingyen dolgozott, hiszen hozománya nem volt, pénzt nem tudott hozni. Ő ami munkát végzett, és ahova elvezette lábának, a nagybátyjának a gazdaságát, a ráeső részt nem kapta meg, megkapta viszont később Rákelt, a feleségét. Azt hiszem, hogy ilyen hosszú ideig még nem udvarolt valaki a másiknak, legalábbis a bibliai időkben is nagyon ritka volt az ilyen. Nem is gondolom, hogy ma is normális lenne 7 évig udvarolni, 1 évig és 1,5-2 évig azonban tanácsos lenne udvarolni, hogy aztán igazán hűségesek legyenek egymáshoz a párok. No de erről majd a következő alkalommal beszélünk, Jákob házasságáról és egy olyan emberi jellemtulajdonságról, ami szintén nagyon hiányzik a világunkból, és ez a hűség. De úgy gondolom, hogy ma az álhatatosságnál tartva, és Jákob életéből is látva azt, hogy mit jelentett neki 7 évig szolgálni, és hadd idézzem a Bibliának a rövid kijelentését. A Biblia azt mondja, hogy ez a 7 év úgy tetszett Jákobnak, mintha csak néhány nap lett volna. Annyira szerette Rákelt. Tehát azért az álhatatossághoz, a kitartáshoz is kell a cél tudata. Kell annak a reménységnek a megléte, hogy az álhatatosságom valamikor célhoz ér. Én úgy gondolom, hogy ezért fontos az álhatatosságról részletesen beszélni, ezért lesz fontos a mostani beszélgetésünk is,
és ezért gondoljuk meg azt is, hogy az álhatatosságot nem is lehet megkövetelni akkor, amikor az ember világosan nem lát valamilyen célt. Csak élni, küzdeni, ahogy Madács mondja az ember tragédiájában, hogy az ember célja a küzdés maga legyen, én úgy gondolom, ez kevés az emberi élethez. Az ember célja nem a küzdés maga. Az ember célja az, amit a küzdésével, a küzdelmével elfogadni, és mielőtt erről még én beszélnék, néhány szót ejtenék, úgy gondolom, hogy rendkívüli átadjuk a szót, akit Dunántúlunk egyik szép városában, egy szép tó környékén, az óvárosban kerestünk fel, és akitől megkérdeztük, hogy számára mi a legszebb emberi jellemvonás. Számomra az legszebb emberi jellemvonás az álhatatosság. Mit is jelent ez a kifejezés, hogy álhatatosság? Számomra az álhatatosság az egy kitartást jelent, ami nem egyenlő a makacssággal, egyfajta csak az értéssel, hanem igaziból egy célra tekintés, ami mindig vonzza a szememet, talán a lelki szememet leginkább, de meghatározó abban, hogy el ne csüggedjek. Az álhatatossággal kiskorában találkozott még, amikor kisgyermek volt, fiatalabb volt? Igen. Édesanyám egy nagyon szigorú asszony volt, és ő nevelt így minket, hogy mindent meg kell csinálni. Ha bármi történik, akkor is végig kell csinálni, nem lehet félúton megállni, és jól kell megcsinálni valamit. Ez volt a mi életelvünk otthon. Hányan voltak testvérek? Hárman vagyunk testvérek, három lány, és van egy nővérem, és van egy húgom. És ez az édesanya részéről tapasztalt nevelési elvez, ez nem bizonyult túl szigorúnak, vagy nem volt túl külsődleges? Belül hogy fejlődött ez ki, hogy ez már akkor is elismerték, vagy csak később? Édesanyám nem igazán törődött az akkori nézeteinkkel, és nekünk ez nagyon nem tetszett, ez a nevelési mód. Mi nagyon sokat lázadtunk magunkban ez ellen. Kifelé nem mertünk, mert mondom, szigorú asszony volt, és ő ezt nem tűrte, de valójában a későbbi életünkben számos megpróbáltatás ért bennünket, testvéreimet is, de mindannyiunkban valahol ez élet formává vált, ez a kitartás, a körülményektől meg nem riadás, a túljutásnak egy olyan célzatos lökőereje, amelyik azt hiszem innen indult, mint meghatározó erő. Ez munkában kellett, hogy jelentkezzen elsősorban? Nyilván először a tanulásban, de utána a munkában, vagy pedig az élet egyéb küzdelmeiben? Nyilvánvalóan igen, mert ez folyamatos. Tehát amíg élünk, gyerekkorban nyilván tanulunk és segítünk a szüleinknek, később a továbbtanulásban, később a munkahelyen, vagy a családalapítás után a családban mindig fel kellett azért tenni ezt a kérdést, hogy hát, ha megfutamodok, ha elcsüggedek, ha kilépek, annak mekkora a következménye. És ugye nem csak rám nézve van egy kilépésnek, egy csüggedésnek következménye, hanem mindazokra, akikkel együtt dolgozom, együtt élek. Nyilván először szűkebb családom, később a munkatársaim, vagy bárhol, ahol megfordulok. Egy csüggett ember az nem vidító látvány, nem építő látvány.
egy csüggettel nehezen kezdenek az emberek valamit. És ha egy jó természet is adatik hozzá, én általában nevetős és vidám természetű vagyok. De az élet nem kímélt. Nem lehetett ezzel ráülni senkire, hogy föladom, hogy csüggedek, hogy elveszítem ezt a kitartás jellegű életformát. Persze, ha álhatatosságról beszélünk, akkor valami célhoz való álhatatosságról is beszélhetünk. Önben mikor alakult ki, hogy mi is a célja az életének? Nagyon varga betűs volt az ifjúságom. Noha hívő családban növekedtem, de magamnak kellett megküzdeni azt, hogy hova is tartozzak egy életen keresztül. Valójában mi legyen a célom? Célocskáim legyenek, amelyek hol föltűnnek, hol eltűnnek, vagy pedig egyáltalán eltűnnek, és újabbakat kell fölállítani, tehát ez azt jelenti, hogy veszendőek, vagy pedig keresek egy olyan örökérvényű célt, amely minden áldozatot, minden kitartást, minden küzdelmet megér, és erre építem az életemet. Ez néhány varga betű után, körülbelül 20 éves koromban következett be ez a belső rendszerváltás, hogy így fejezzem ezt ki. Ez életemnek minden rendszerét felülvizsgálta. Egyrészt mélyebben megismertem Istent és az ő lényét, és elkezdtem ezen az úton járni. A célnak végül is a mennyei dicsőséget megjelölve, amelyik azóta is örökérvényű célként lebeg a szemem előtt, és segíti ezt az álhatatos életmódot. És egészen konkrétan mik váltották ki a varga betűk utána a megállapodottságot, a célnak a megerősödését? Voltak inspiratív személyek és körülmények, amik azt gondolom, hogy ebben a megerősödésben igaziból segítettek. Nem akarok igazán személyeket említeni, mert nem ez a lényege. De az ő személyük mégis afelé taszított, hogy érdemes egy ilyen, sokszor talán és sokaknak idegen világhoz ragaszkodni, mint a mennyei világ, mint a hit világa, mert mégiscsak ezen a földön emberek élik meg. És olyan életeket is eredményesen kitartó embereket láttam és ismertem meg, akiknek a példája egyszerűen e felé taszigált. Híresebbeket említenék tulajdonképpen, mert azt hiszem ez lenne egy lényeges vonala a dolognak, hogy kezembe került abban az időben még Johnny Erickson-nak egy könyve, tulajdonképpen az első könyve, amelyben az ő balesetét, hitre jutását és életének egy megváltozását élte át, a maga béna körülményei között is. Nagy példaképem lett most, amikor igen nehéz helyzetbe jutottam a betegségem által, és ennek a béna tolókocsihoz kötött embernek a szemlélete valahogy egészen újszerűen a szemléletemmé vált. Magam is most már tolószékben üldögélve nem látom elveszettebbnek és semmit mondomnak az életemet, mint bármikor addig, amíg aktív voltam. Sőt, valamit szabadjon még elmondanom, ami nagy hatással volt rám, én ugyan még a 40-es éveim végén vagyok, de Johnnynak ebben a könyvében olvastam Corrie ten Boom holland misszionárius nőről, aki 50 évesen került
koncentrációs táborba, és onnan kiszabadulva bejárta a világot az ő missziói tevékenységével, és hirdette az evangéliumot. Nem ez a megdöbbentő ebben, és nem ez az álhatatosság az én szememben Corrie ten Boomnál, hanem hogy a 80-as évei vége felé, közel 90 évesen, esett át két agyvérzésen, került tolókocsiba, és nem tudott beszélni. És elment hozzá egy tornáztató professzor, aki az ilyen sportegyetemen volt tanár, hogy segítsen a mozdulataiban, és azt mondta el, hogy én mentem, hogy segítsek neki, és én jöttem el áldással. És arra tanított ez engem, hogy teljesen mindegy, hogy az embernek milyen a helyzete. A cél nem változott, a futás, a küzdőtér ugyanaz, és ha ebben nem veszítem el a szemem elől a célt, akkor teljesen mindegy, hogy milyen a helyzetem. Végig fogok tudni futni rajta, nem csak menni, nem sétálgatni, nem elbukva, csüggedve, fölemelkedve, hanem tényleg végig tudok rajta futni, mert ez a cél tart is egyben. És soha nem az a célunk, hogy valami gyors sikert érjünk el, hanem az a lényeg, hogy a végén, igazán a végén jutalom, a siker, a dicsőség mindenki teljesedve jusson. Tehát sokszor itt eltűnik, mert azt látjuk, hogy nem érdemes. Hát én itthon nem tudok csinálni semmit. A gyerekeim és a férjem dolgoznak, sőt, segítségeink vannak. El lehetne dobni az egészet. De valójában igaziból Corrie ten Boomnak a példáján cigázódott föl bennem még jobban ez, hogy kitartással fussam végig, ami elém adatott, nyilván a családommal együtt. Mikor következett be ez a betegsége? Ez a betegség körülbelül 3,5 éve ennyire intenzív. Lehet, hogy egészen mélyen és burkoltan benne volt ez már az életemben, de ennyire nyíltan 3,5 évvel ezelőtt kezdődött. És miben nyilvánult meg? Egy nagyfokú gyengeségben nyilvánult meg, izomsorvadással jár, és hát nyilván a mozgóképességemnek az elvesztésével. Ez nagyon váratlanul érte, vagy már előtte itt volt ez a könyv a kezében, tehát lelkileg már volt valami felkészülési lehetőség, vagy pedig, ha váratlanul érte, akkor azután kezdett el gondolkozni a sorsán? A könyv korábban is a kezembe került, amit említettem. Igaziból ez az egész váratlanul ért, mert nagyon hirtelen gyengültem le, és volt egy elég nehéz időszakom még az elején. Ez ügyben meg kellett nyilván küzdenem az egésznek a gondolatával és a hogyan továbbal, de igazi csüggedés soha nem vett rajtam erőt. Ez minek köszönhető? Most visszatekintve minek tudja be ezt? Miután hívő ember vagyok, ebből a szempontból tudom csak elmondani az én helyzetemet, hogy egy bizalmat, egy még nagyobb bizalmat alakított ki bennem, és Istent egy új oldaláról ismertem meg, miközben megküzdöttem lélekben ezt a továbbhaladást, mégpedig az ő atyaságának a minden hatóságát, mindent figyelését, tartását. Sokszor végig gondoltam, hogy egyszerűen, mintha nem hagyna csüggedni, mindig egy reménysugár, egy kedvesség, egy látogató, egy beszélgetés, egy kazetta, bármin keresztül a segítségemre sietett.
Nyújtottak-e segítséget bibliai történetek vagy egyes igék az állapot elfogadásában? Igen, több is, ebből néhányat szeretnék kiválasztani. Az első, ami leginkább meghatározza ezt az álláspontot az álhatatossággal kapcsolatban, amelyet eddig is hát nagyon szerettem, és igyekeznék végigvinni. A Zsidó Levél 12. részének első versében olvassuk, hogy kitartással fussuk meg a küzdőtért, miközben a tanúságtevőknek ilyen fellege vesz minket körül, nézve a hit fejedelmére, Jézusra. Az előző részben olvasunk azokról a hithősökről, akik így vagy úgy, de végigfutották ezt a pályát. Mózesről, Ábrahámról, Jákobról, és sokak közül, sokan a bírák közül, emberekről, akik nagyon pozitív kicsengésű hithősök voltak. Később pedig olvasunk azokról, akiket szétfűrészeltek, karóba húztak, kivégeztek a hitükért, mégis kitartóak voltak, és ez engem arra inspirál, hogy ne csak ő rájuk nézzek, hanem arra a teljességbe végbe vívő Jézusra, aki valójában elénk példaképül állítatott mindenképpen, aki előttünk megküzdötte, aki végigjárta ezt az utat, és még a többieknek csak a példája tud segíteni engem, miközben ezt látom, vagy olvasom, a közben Jézus Krisztusnak pedig az ereje segít át ezeken a nehezebb vagy könnyebb pontokon, de mégis elérve azt, hogy állhatatossággal fussak. Mi volt az életének a legkritikusabb pontja? Meg tud-e ilyesmit jelölni, vagy nevezni? A hívő életemben, vagy az előzőben? Az egész életem. Az egész életemben. Végül is, ha az életben maradásomról van szó, akkor azt mondhatom, hogy én nagyon sokat küzdöttem betegségekkel. Gyermekkoromban két dolgot tudok, és emlékszek, mert már elég nagy voltam, amikor két halálos betegséggel küzdöttem, egy tüdőgyulladással, amit nem vettek észre, és az egész tüdőm elterjedt, és hát csoda, hogy túléltem. A másik pedig egy fertőzéses májgyulladás volt, ami szintén ilyen jelleggel támadott meg engem, és hát túléltem. Mindez ideig tudjuk, hogy ez egyszerűen Isten kegyelme volt, mindentől függetlenül. A másik nagyon nehéz időszak tényleg a betegségem romlása idején következett be, és megmondom őszintén, az, amikor azt gondoljuk, hogy ha hívők vagyunk, sokszor imádkoznak értünk, és meggyógyulunk. Én teljesen ebbe a hitbe éltem, hogy ha én értem azok a hívők, akik hát ugye a vezetők közé tartoznak, és hitben imádkoznak, én meg fogok gyógyulni. És egy elég nagy hullámvölgy volt ez az életemben lelkileg, hogy mindez nem következett be, sőt folyamatosan romlik. Míg eljutottam arra a pontra, hogy nem az a kérdés, hogy Isten most nekem válaszol-e vagy nem, meggyógyít-e vagy nem, hanem újfent ez a kérdés, amiről beszélgetünk is, hogy a pályát futni kell. Tehát fölmérni azt, hogyha ez nem történt meg, akkor Istennek, aki az én atyám, és szeret engem is erre a pályára állított, így akarja megfuttatni velem. És ez, ha nem is egy nagyon gyors intervallumon belül, de békességet adott, és ma már azt hiszem, elmondhatom, hogy szinte örülök neki, hogy nem úgy történt, ahogy én vártam, mert sokkal mélyebb az életemben ennek az állhatatosság útjának a megismerése is, tehát itt még nincs vége. A hitben járás, az egész
életem mindennel együtt, tehát az összes hétköznapi, abszolút vulgáris dolgokkal együtt, a magasztosakig sokkal tartalmasabb, mintha csak meggyógyultam volna, és talán futnék a saját kis célocskáim után, vagy nem tudom miután, de bizonyára, hogy így jobb, és így tartalmasabb, és így mélyebb. A családnak, a férjnek, a gyerekeknek mi volt a viszonyulásuk a betegséghez? A férjem az egy nagyon türelmes és mély lelkű ember. Ő minden dolgot, ami nehéz, így fog fel, hogy ezzel kell tovább mennünk, most ezt kell csinálnunk, és ő ezt éli. Tehát ő az én ápolóm és az én gondozóm a mindennapokban. Amikor, hát most mondhatom így, hogy így kihúzta a sorsunk alólunk a szőnyeget, a gyerekeim ezt kicsit nehezen dolgozták föl. Addig én voltam a család motorja, mind testi, minden téren, lelkileg is, és ez valahol akkor úgy földölt. Nagyon, tehát hangulatilag, vagy viselkedésbelileg nagyon megéreztük. Egyszerűen annyira kellemetlenekké váltak a gyerekeim, amit el nem képzeltem, hogy ilyen lehet. És nem szerettek nagyon hozzánk jönni, mert akkor voltak a legelviselhetetlenebbek, ha valaki jött. Most egy olyan fél éve körülbelül mondhatom, hogy konszolidálódik a helyzet. Hogyha azt mondom, hogy megszokják, hát talán, de inkább kezdik feldolgozni, és kezdenek egyenesbe jönni egy kicsit. Nem múlt még ez el természetesen, de úgy látom, hogy a hullámvölgyet valahogy kezdjük elhagyni. Egy sokat szenvedett izraeli király Ezékiás mondta a betegségéről, hogy áldására vált a sok keserűség. Vajon egy ilyen visszatekintésben is azt látja az ember, hogy sokszor a keserűségek, a szomorúságok, azok jobban előre viszik az életet, hogy megkomolyítanak egy családot, vagy összetartóbbá tesznek? Bizonyára. Ez nagyon komoly, talán hitvallás lehet. Mert ha elmondom azt, hogy én mindig akartam valaki lenni, és a nagy álmaimban, vagy vágyakozásaimban mindig igehirdető, lelki gondozó szerettem volna lenni, és nyilván nem akármilyen, tehát azért erre igen komolyan törekedtem lélekben. És szerettem volna mindig a minta feleség, anya, és minden lenni, ami ebben elképzelhető, mint keresztény asszony. És akkor úgy éreztem, mikor ez a betegségem elkezdődött, hogy Isten keresztül húzta az egészet. Akkor nagy kudarc élménynek éltem meg. Sokat vívottam ezen, hogy hát Istennek nem tetszett, vagy nem jól csináltam. Mi ebben a rossz, vagy a nehéz? És sok keserűséggel vádoltam őt. Megmondom őszintén, azt éreztem, hogy Istenem, hát miért tetted tönkre az egészet? Szóval nem igaz, hogy nem tudtál volna valahogy úgy akkor irányítani, hogy jó legyen. Nem mertem igazán kimondani ezeket, de a lelkembe ott élt, hogy nem találtam túl jónak Isten döntését. És ma, a mai eszemmel, amikor sokat megértem oldalon levő útból, akkor azt mondom, hogy én csak buta voltam, és nem értettem meg az ő akaratát. Azt mondja az ige, bizony mondom néktek, elvették jutalmukat, akik ezen a földön tisztességet, köszönetet, hálát kapnak, nem számíthatnak később semmire, míg ma tudom, hogy nem kudarc volt,
hanem egy különleges kegyelemnek tartom, hogy Isten elteszi a jutalmát az örökké valóságra, míg most átformálja az én gondolatvilágomat és gondolkodásmódomat. És úgy vélem, hogy míg addig egy ilyen büszke, hogy ne mondjam, nagyon őszintén egy kivagyi lelkület tartott fogva, és ez inspirált sok cselekedetre, szolgálatra, bármire, addig ma ez mind letisztul, lekopik, abban, hogy a testem kiszolgáltatott, lekopik a büszkeség, lekopik az, hogy kivagyi legyek, hogy törtessek bármire is, valahogy nem vagyok benne igazán a dolgokba, és ez sokkal szebbé teszi, mintha mindent tennék és nyüzsögnék. Nekem ez a nagy áldás ebbe a keserűségbe. Kedves nézőink, az állhatatosságról biztos, hogy sokat lehetne és kellene is még mondani. Például csak a Biblia alapján hadd említsem önöknek, hogy érdemes megjegyezni egy görög kifejezést, ami egy különleges kifejezés a Bibliában az álhatatosságról. Ez a hypomoné kifejezése. Sokszor békességes tűrésnek, sokszor tűrésnek vagy türelemnek fordítja ezt Károlyi Gáspár. Azért mondanám, hogy inkább kellene álhatatosságnak fordítani, mert az emberekben a tűréshez és a türelemhez más képzetek csatlakoznak, társulnak. Tűrte Miklós, ameddig tűrhette, olvassuk Arany János Toldiában. És sokszor a türelem egy ilyen fogszorító, önmagunkat legyőzés, önmagunknak a visszafogása. Az állhatatosság más. Az állhatatosság nem annyira a negatívumok legyőzésében, mint a pozitívumok keresésében és követésében nyilatkozik. Én azt gondolom, hogy nagy dolog a tűrés és a türelem is, hiszen sorozatunkat szinte ezzel kezdtük, amikor a kivárni tudásról beszéltünk, de talán még nagyobb dolog az, amikor az ember úgy tudja legyőzni önmagát, és úgy tud türelmes lenni, hogy közben nem ez a fogszorító türelem, hanem az, hogy a jóban való előrehaladás és megerősödés lesz az ember sajátja, hogy ez az álhatatosság. Álhatatosságban hozzátok meg gyümölcseiteket, mondja Jézus Lukács evangélium a 21. fejezete szerint. Tehát nézzünk a fák életére, nézzünk szét a természetben. Minden nap meg kell tenni azt a lépést, amit egy növénynek, egy fának meg kell tenni, befogadni az esőt, a napfényt, és szépen építkezni, meghozni a termést, meghozni a gyümölcsöt. Ez az állhatatosság. De végén ott van az eredmény, a hatalmas termés, a 30-60-100-szoros termés, ahogy Jézus Krisztus ezt mondta. Vagy például az álhatatosságra buzdították az apostolok is a korai keresztényeket, amikor például Pál azt mondja, hogy a jó cselekedetekben meg ne restüljetek. Az emberi életnek az egyik legfélelmetesebb velejárója a kifáradás vagy a belefáradás. Nem az elfáradásról beszélek. Elfáradni jó. Gyerekeinket is futtatni, mozogtatni, hogy este, mielőtt lefekszenek, úgy lehessen őket megmosdatni, megfürözteni, hogy valóban izzadtak legyenek ezek a gyerekek. Mert jó a kifáradás, jó az elfáradás. Egy munkavégzés után is nagyon jó, hogyha az ember elfáradtnak érzi magát. De nagyon súlyos dolog a belefáradás. Nagyon súlyos dolog a megfáradás. Nagyon súlyos dolog az elfásulás, amit bizonyos pszichológiai iskolák is úgy tanítanak, hogy az emberek egy bizonyos életkoron túl már rutinszerűen élnek. Nagyon rossz dolog a rutinszerű élet. Nagyon rossz dolog a gyerekeknek, az ifjaknak látni olyan felnőtteket, akik rutinszerűen élnek. Ez nagyon rossz dolog.
Ezért mondja a Pál apostol, a jó cselekedetekben meg ne restüljetek. Jézus Krisztus mondja az efézusi gyülekezethez írott levelében, Jelenések könyve 2. fejezetében, hogy fáradoztál értem, de nem fáradtál el. Azt gondolom, az egyik legnagyobb dicséretnek tartható egy emberre, és egy hívő emberre nézve, egy keresztény emberre nézve, hogy mit jelent ez, hogy fáradozik, de nem fárad el. Vajon hogy tud az ember mindig megújulni? Hogy lehet az embernek olyan friss a szeme, olyan élénk a tekintete, és olyan jó a kedve, mint volt 20-30-40 évvel ezelőtt? Lehetséges ez egyáltalán? Én úgy gondolom, hogy a keresztény életnek egy különleges mozzanata kezeskedik arról, hogy ez lehetséges. És ez az a mozzanat, amit a Biblia a gondolkodás megváltozásának nevez. Ha a gondolkodásunkban megváltozunk, ez a metanoia, ez a megtérés, ha Istenhez térünk, akkor az ember életében átéli az újjászületést. És az újjászületés, a gondolkodásmód megváltozása után jön a jellemgazdagodás, jön az új tulajdonságok felvétele, a régi ruha levétele, az új ruha fölvétele, a régi ember levetkezése, az új ember felöltése, hogy ezeket a szavakat Pál apostol használja, és eközben van egy nagyon lényeges, és sokak által talán elfelejtett mozzanat, ami ezt a bizonyos megújulást állandóan táplálja, ami megóv a belefáradás, a megfásulás tapasztalatától. És ez vajon micsoda? Az, hogy amikor megtanulunk másokért élni, megtanuljuk az igazi szolgálatkészséget, az igazi álhatatosságot, tudunk örülni más emberek sorsa megváltozásának. Átéljük szinte más emberek sorsában azt, ahogy ők élik át az újjászületést, ahogy ők élik át a megtérést, hogy az ő életük kerül új ösvényre, kezdik el lépteiket egy új életben. Hatalmas öröm a magunk életének a megváltozása. Hatalmas tapasztalat átélni azt, ahogy az ember másképp gondolkozik, másképp beszél, másképp cselekszik, de szinte ezzel egyenrangú öröm más emberek életében is átélni ugyanezt. És hogyha az ember szolgálatkész és álhatatos, ha megtanulunk valóban másokért küzdeni és élni, akkor úgy gondolom, hogy azok az emberek, akik nap-nap után felveszik a más emberek életének terheit, és ezekben örömmel, jó szívvel segítkeznek, és embereknek feleleteket adnak, embereknek tanácsokat adnak, embereket szelíden elvezetik oda, ahol minden erő forrása van, aközben ők újra felfrissülve maguk is meríthetnek ennek a minden erőnek a forrásából. Munkára vagyunk megváltva. Olvasom egy sokat idézett szerző könyvéből. Munkára vagyunk megváltva. Más emberek szolgálatára vagyunk megváltva. Én azt gondolom, hogy az igazi álhatatosság ebből az erőből táplálkozik. És abból a reménységből is, hogy az álhatatosság végül is megtermi a gyümölcsét, és maga a gyümölcs, az az élet, az az örök életre méltó élet, amit majd az a valaki ad ezeknek az embereknek, aki az életét nem sajnálta értük. A következő alkalommal egyel tovább lépünk, de nem nagy lépéssel, csak egy lépéssel, és a hűségről fogunk beszélni. Köszönöm figyelmüket, várom leveleiket, hozzászólásaikat. A műsort önök is gazdagíthatják, ha önök is jelentkeznek arra, és az előzőekhez hasonlóan tudnak nyilatkozni arról, hogy számukra, az önök számára melyik a legszebb vonás, a legszebb emberi jellem tulajdonság.
Számomra a legszebb emberi jellemvonás a kivárni tudás. Számomra a legszebb emberi jellemvonás a bátorság. Számomra a legszebb emberi jellemvonás az álhatatosság. Számomra a legszebb emberi tulajdonság a becsületesség. Legszebb emberi tulajdonság az örömteli szolgálatkészség. Számomra a legszebb emberi jellemvonás a hűség. Számomra a legszebb emberi jellemvonás a bizalom.